A szakemberek azt mondják, a sonka bizalmi termék. A tojás és a csoki nyuszi mellett ez is elengedhetetlen kelléke a húsvétnak. 2020-ban például a magyar háztartások 92%-a fogyasztott sonkát ebben az időszakban. 2019-ben 91%-ot mutatott a statisztika, 2018-ban viszont csak 78% volt ez az adat. Vagyis a sonka évről évre népszerűbb. Ráadásul egyre nagyobb figyelmet fordítanak a vásárlók arra is, hogy jó minőségű legyen a termék. Az általánosságban elmondható, hogy a magyar fogyasztók főleg a magyar módra elkészített nyers sonkákat részesítik előnyben. Itt ezekről mindenképpen tudni kell, hogy ezek egy több hetes, hónapos pácolási, érlelési folyamaton mennek keresztül. Ennek folyamán a víztartalmoknak jelentős részét elveszíthetik, tehát a súlyuk csökkenni fog, és ez az árban is érvényesül. A húsipari technológiával előállított gyorspácoló termékeknél ez fordítva történik. Ott ugye egy gyorspácoló injektáló berendezéssel körülbelül 25-30% vizet is juttathatnak a termékbe. Ez azt jelenti, hogy itt tulajdonképpen a páclét is megfizetjük a termék árában, és teljesen érthető, hogy ezek a termékek körülbelül a felébe kerülnek a hasonló hagyományos termékeknek, így ezt mindenképpen kérnénk a fogyasztóktól, hogy ezt vegyék figyelembe. Fontos, hogy ha nem megfelelő jelöléssel ellátott vagy romlott élelmiszert találunk, értesítsük a kereskedőt, hiszen kártalanítani csak ő tudja a vásárlót. De fontos az is, hogy a NÉBIH szakemberei tudjanak a hiányosságokról és szabálytalanságokról. Az ilyen információk alapján tudunk tovább menni. Akár a NÉBIH folyamatosan hívható zöld számán, akár az ügyvédszolgálatunkon, akár a megyei kormányhivatalnál is lehet bejelentést tenni. A lényeg az az, hogy pontosan tudnunk kell, hogy milyen termékről van szó, hol vásárolták, kinek a terméke, milyen termék, és milyen, hogyan azonosítható, hogy esetleg a lejárati idővel, vagy pedig valamilyen termék tétel azonosító számmal. Hogyha ezeket nem kapjuk meg, akkor csak a levegőben tudunk mi is adakozni. A jó minőségű sonka bár évről évre drágább, idén húsvét előtt ennél a nyíregyházi húspultnál még elfogadható 2600 forintos áron kapható a kötözött sonka, míg a sokáig eltartható, hagyományos magyar házi sonka 2500 forint.